I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norva vagyok, és most be fogom mutatni ezt a kocsit, ami a Vapid FMG névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Na, akkor armor, fake, na első lökös. Hát nem sok verzió van, szerintem ugyanaz csak más színben. Vagy ez az első. Akkor motor, lámpa, neon. Hát a neon ez az autó lett, citromsárga lesz. Mi a szülőkében nem néz ki rosszul. Nézzem már egy citromsárgát. Nem rossz, azt kell mondanom, nem rossz. Jó is lesz. Ó, és a másik nevel a fake-et színezi. Ez király. Ez legyen például olyan szín, ami jól látszódik. És ne legyen ugyanaz. Legyen mondjuk zöld. Akkor crew embléma. Na jöhet a tető. Hát rakjuk le ezt. Akkor spoiler. Hát a legnagyobb ezek valamelyik kettő közül. De azért nem jó, mert zöld a spoiler oldala. Hát legyen ez a fekete. És akkor leültetjük. Váltó, turbó. Hát a felnő az marad a gyárja, nekem azt tetszik, hogy a felnő alatta. A gómi füstont legyen, citromsárga szintén. Na és akkor megyünk a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud az autó. Na akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud az FMG. Akkor abban mentem itt a Kriegerrel, azzal egy 37-7-es kör tudtam menni. Na ezt majd meglátjuk, hogy mit is tudunk. Jó, a gyorsulás az nem volt az igazi, picit elkapartak a hátsó kerekek. Jó, talán majd látom, felveszi a fonalat a Verda. Na nézzük a kanyarodást. Hát ez egy teligázas kanyarbevétel volt. Végül is bekanyarodott, és egy picit túl is odródott. A mély sebessége az rendben van az autónak, a nyeredás nem annyira, a gyorsulás sem volt az igazi. Összességében nagyon nem rossz, hogy 40-es időt tudott menni. Ezt felsőre ajánlom ezt az autót. Mert így azért nem volt annyira rossz, a nyeredásán kívül persze. Szóval egyet volna már ez a videó, ha tetszett akkor lájkold, iratkozz fel, vagy kövess meg Twitch-en, Facebook oldalon, mi lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!